Özönvízszerű eső és orkán erejű szél. Ezek a felvételek tavaly nyáron készültek, amikor óriási vihar csapott le Budapestre. Az utóbbi években Magyarországon is megszaporodtak a hasonló szélsőséges időjárási jelenségek. A szakértők szerint mindez a klímaváltozás számlájára írható. Al Gore volt amerikai alelnök nemrég világméretű akciót indított a jelenség hátterében álló környezetszennyezés visszaszorítására. A felhíváshoz elsőként Áder János köztársasági elnök csatlakozott. El kell döntenünk, hogy Pató Pálonként megvárjuk, amíg a problémák a körmünkre égnek, és a káros folyamatok visszafordíthatatlanná válnak, vagy teszünk valamit gyermekeink és unokáink jövőért. A klímavédelmi akcióhoz az élőbolygónk.hu oldalon keresztül bárki csatlakozhat. Ehhez mindössze a név, az e-mail cím és az irányítószám megadására van szükség. A Hegyvidéki Önkormányzat a Klímabarát Települések Szövetségének tagjaként több fejlesztéssel, így például napkollektorok telepítésével szeretné csökkenteni a környezet terhelését. Hogyan lehet mondjuk az elektromos gépjárművek terjedését, elterjedését támogatni, segíteni. Ebben tett az önkormányzat lépéseket, ha más nem, hát maga is vásárolt ilyen gépjárművet, illetve nézzük, hogy hogyan lehet a töltőállomások telepítését a kerületben elindítani. Az ENSZ decemberi párizsi konferenciáján egy új éghajlatvédelmi megállapodást fogadhatnak el. Összesen 34 színész nevezett a színházi szakma az idei Kaszás Attila díjra, a jelöltek pedig önmaguk közül választották ki a három továbbjutót, Kis Marit, Mészáros Tibort és Kristán Attilát. A magyar nyelven játszó színészek szakmai és emberi elismerését szolgáló díjat 2008-ban Pokorni Zoltán, a 12. kerület polgármestere a Mozaik Művész Egyesülettel közösen alapította. Az idei évtől a szervezési feladatokat és a pénzügyi hátteret az Emberi Erőforrások Minisztériuma vállalja át. Pokorni Zoltán hangsúlyozta, annak idején olyan díjat szerettek volna létrehozni, amiben a kormány nem szól bele, ez az alapelv pedig most sem változik meg. Hosszú távon a Kaszás Attila díj akkor van biztonságban, hogyha e tekintetben részt vesz a mindenkori közigazgatás és a megszervezésben, finanszírozásban. Hoppá Péter kultúráért felelős államtitkár a jelöltek bemutatásakor elmondta, örömmel vállalták át a 500 000 forintos anyagi támogatással járó díj operatív teendőit. Mostantól az idei évtől persze a mentorálást és a tapasztalatok átadását azt igényelve együttműködésben az egy, mi egyik háttérintézményünk, a Magyar Alkotóművészet Nonprofit Kft. Az, amelyik az operatív teendőket végzi. A díj ugyanolyan maradt, mint amilyen 8 évvel ezelőtti alapításkor volt. Az idei díjátadónak a debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont augusztus 29-én. A szervezők a közönség szavazatait június 1-től július végéig várják. Szavazni a www.kaszasatilladíj.hu oldalon és telefonon lehet. Színes festmények és fekete-fehér grafikák sorakoznak a Barabás villafalán. A debreceni születésű Burai István festő és grafikus több mint 70 egyéni és csoportos kiállítást tudhat maga mögött. Műveit most a hegyvidéki közönség is megismerheti. A kiállításon bemutatott alkotásait az zártság és a dinamizmus egyszerre jellemzi. Elmondása szerint gyerekkora óta rajzolt, majd 16-17 éves korában kezdett el foglalkozni a gondolattal, hogy maga is művész legyen. Mint mondta, ehhez sok alázatra és elkötelezettségre volt szüksége. Ez nem arról szól, hogy bárki mondjuk egy ilyen munkát ugye másfél alatt meg tud csinálni, mert ugyanúgy, ahogy egy zenésznek is kell az a tanulmány előtte, ugye, hogy ezt a kis koncertet, vagy ezt a kis etülőt előadja, ahol nagyon sok munka kell, hogy az úgy annyi idő alatt megtörténjen. Ez ugyanígy van a kézművészetben is. A művész a festményeken és grafikákon kívül kerámiákat, plasztikákat, festett köveket és üvegablakokat is készít. Elmondása szerint nincs kedvenc technikája, érzés szerint dolgozik. Meglátok egy követ, vagy ránézek otthon a kőre, akkor úgy ingerenciát érzek, hogy na, azt most faragni kellene, és akkor azt faragom. A kiállítás június 28-áig tekinthető meg ingyenesen a Barabás villában.